Az április 17-i képviselőtestületi ülésen sürgőséggel tárgyalták a képviselők a helyi tűzoltóság vezetője, Nádasdy Gergely tűzoltó őrnagy által jegyzett éves beszámolót. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Nádasdy Gergely parancsnok szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy az elmúlt évben számos személyi változás történt a kiskörösi hivatásos tűzoltó parancsnokságon. Fontosnak tartom itt elmondani, hogy a vezető állományunkban változás történt. A parancsnok helyettes úr, Szipőcs Péter tűzoltó őrnagy, a katasztrófai kirendeltségen folytatja tovább a munkáját. Helyére Kaponya László tűzoltó őrmester érkezett a kiskonhalasi tűzoltóságról. Őt már lehet ismerni, mert a kiskörösi önkéntes tűzoltóság oszlopos tagja. Műszaki biztonsági tiszti feladatokkal a Solti katasztrófai őrsről érkezett egy fiatal kolléga, Bocka Nándor tűzoltóőrmester, és egy tapasztalt kollégát sikerült a kirendeltségről, Kiskonhalasról megszereznünk, Babud Jenő tűzoltó címzetes azazes úr. A kiskörösi hivatásos tűzoltó parancsnokság működési területe 2023-ban nem változott, továbbra is 15 település védelmét látja el. A tavalyi évben 400 tűz esetünk volt a működési területen, ez némileg elmarad a tavalyi előtti évtől. Tűzesetünk 196 esetben volt, műszaki mentés 214 esetben. Ez a némi változás abból adódik, hogy a tűzmegelőzés, és ugyebár a kedvező csapadék eloszlása területen, így a szabadtéri tűzesetek száma is csökkent itt a területen. Viszont a sok csapadék és a nagy viharkárok viszont a műszaki mentések számának emelkedését okozták, tehát a tűzeseteink csökkentek, a műszaki mentéseink nőttek. A tűzoltó parancsnok elmondta, hogy 2023-ban tovább folytatódott az önkéntes tűzoltó egyesületekkel való közös munka, hiszen az egyesületek az esetek felszámolásában nagy szerepet vállalnak, teljesen önkéntes alapon. Kiskörösváros önkéntes tűzoltó egyesülete nagyban segíti a hivatásos tűzoltók munkáját. A helyi hivatásos tűzoltóság tavaly évvégén egy új gépjármű fecskendővel gazdagodott. Az ifjúság felkészítése érdekében 2023-ban több általános iskolás és óvodás csoport látogatott el a tűzoltóságra, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és munkájukkal. Gyermeknap alkalmából nyílt napot tartottak, amelyre több mint 100 fő látogatott el a tűzoltóságra. Nádasdy Gergely parancsnok Domonyi László polgármester kérdésére válaszolva elmondta, hogy az új tűzoltó laktanya mindenben megfelel az elvárásoknak.